káposztát, vajon pirított póréhagymára tesszük, utána pedig a szőlőlevelekbe betöltünk bárányt, zöld búzatörettel, azaz bulgurral, mentával, rozmarinkkal, egyéb más fűszerekkel összekeverve, és csinálunk egy hagyományosan mondott töltött káposztát igazából, és ha megfőlt, akkor szétszedjük az egészet. Ezt a káposztát, amit itt láttok a tányérba, ezt én visszahűttöm. Ez egy hűtő hideg, tehát 4 és 6 fok között van. A gombócokat visszaredukáljuk, visszamelegítjük, és a hideg ételre fogom rátenni a forró gombócot. Balaton Lellén készül az év strandétele, a mesés nyári káposzta. Kós Tamás második alkalommal nevezett a versenybe, ahol az ő ételét ítélte a legjobbnak a szakmai zsűri. Nekem egy a mottom, hogy az vagy, amit megeszel. De minden alapanyag, minden úgy készül, hogy egészséges. Maga a bárányhús is egy őstermelőtől van vásárolva, egybevásárolom, én dolgozom fel, a csontokból alaplevet főzök, az van a káposztát, ezt fermentálom, a szőlőlevelet szintén fermentálom, és akkor ebbe a szőlőlevélbe töltöm bele, fermentált szőlőlevélbe rakom bele ezt a bárányhúst, amit ízesítek még kaporral, mentával, egy kis rozmaringgal, sóval, borssal, meg egyéb más fűszerekkel, és utána, mint egy töltött káposztát, úgy rakom össze ezt a fermentált káposztát, megfőzöm, mikor kész van, akkor szétszedem ezeket a gombócokat, a káposztát magát lehűtöm, illetve egy kis környékről származó házi joghurttal elkeverem, és tálásnál alulra kerül a hideg káposzta, tetejére pedig visszahevítem ugye magát a gombócot ebbe a szőlőlevélbe, és ezt forrón tálalom, rámegy a hideg joghurt, és kap egy kis mellezetes lilahagyma salátát, amiket az ősszel én készítek, tehát magát az eceteket, és mit csináljuk az étteremben. A tarhonya puding az tarhonyából sárga krémmel fel van főzve a desszert. Erre teszünk a tetejére most egy mangó csatnit, ami egy tiki klasszikus tropikál íz. Miután ez megvan, igazából csak annyi dolgunk van, hogy feldíszítjük, szeretünk mindenféle gyümölcsöt tenni rá. Nagy kedvenc ebben a Zamárdi Strandi Bistróban a tarhonya puding, amely 2024-ben az év stranddesszertje lett. 6 évvel ezelőtt tápióka pudingot szerettünk volna készíteni, de nem találtunk hozzá alapanyagot, és akkor az akkori séfünk Tóth Falusi Zoltán kitalálta, hogy főzzünk tarhonyából pudingot. Igazából nagyon egyszerű, fel kell főzni cukrostejből a tarhonyát, és sárga krémmel kell sűríteni, és ezen túl bármivel lehet ízesíteni, szezonális gyümölcsökből lehet rá lekvárt készíteni, bármivel lehet adni, sóskaramellel, gyümölcsökkel. Idén a legjobb strandbüfé ételnek az alsóőrsi Oliva Strandbüfé pisztácia pesztós lángosát választotta a 12 fős szakmai zsűri. A Vega külön díjas a badacsonyőrsi vánkos faszénen tisztított vajjal grillezett patiszonja, az év felfedezettje pedig a siófoki Julcsi kalácsoda lett. Amit figyeltünk, az az innováció, hogy megújulás, a helyi alapanyagok használata, előnyben részesítése, illetve maga az, hogy az egész strand koncepcióban, könnyű ételben ez hogy kivitelezhető, hogy fogadtatható el a vendégekkel. Mint a Balatonvilágoson rendezett díjátadón elhangzott, évről évre fejlődnek a vendéglátóhelyek, ez pedig a kóstolt ételek minőségén is érződik. Az év strandétele az arról szól, hogy lemenjünk erről a hek, lángos, palacsinta sztoriról, mert a strandon mást is lehet enni. Természetesen, aki ezt szereti, egyen ezt, de ma én azt látom és azt érzem, hogy az elmúlt 10 évben a balatoni gasztronómia egyrészt hatalmasat fejlődött, a vendégek igény szintje is hatalmasat fejlődött, és nagyon kíváncsiak a vendégek arra, hogy valami újat kapjanak, valami mást kapjanak, valami máshogy kapjanak, és ha ez még hozzáteszük azt, ami a balatoni körnek is az zászlajára van tűzve, hogy helyi összefogás, helyi termék, helyi kiegészítők, sok kreativitás, bátran hozzányúlni az ételekhez, akkor nagyon sok csoda tud kialakulni. A balatoni kör idén már 10. alkalommal hirdette meg az év strandétele versenyt, amelyre rekordszámú több mint 40 nevezés érkezett a Balaton északi és déli partjáról.